Két személyautó közelít egymás felé Nyírmada megújult külterületi útján. Igen ritka látvány volt ez az utóbbi években, évtizedekben. Az érintett szakasz ugyanis korábban szinte járhatatlan állapotú földút volt, így aki itt szeretett volna kijutni a 41-es főútra, annak nagyot kellett kerülni. Az útnak egyébként nem csak összekötő szerepe van, a település gazdálkodóinak és őstermelőinek mezőgazdasági földjeire is itt lehet eljutni. Így a most Európai Uniós és hazai forrásból megvalósított korszerűsítés számukra is nagy segítséget jelent. Büszkék vagyunk az úthálózatunkra, mert gyakorlatilag nincs szilárd, minden útunk szilárd burkolatú, ilyen minőségű vagy közel hasonló. Lehetőség pedig elsősorban a helyi és a környékbeli lakosoknak, hisz ez kültető mezőgazdasági út pályázaton nyertes valósult meg. Terménybeszállítás, mezőgazdasági termékek szállítása a közeli felvásárlóhelyre, és lehetőség öröm pedig a környék lakosságainak, hogy közvetlenül a 41-esre és a 41-es mellett található két nagy munkáltatói ipari park szerint dolgoznak oda. Ki tudnak jutni. Kovács Sándor a térség országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen hangsúlyozta, a következő évek egyik legfontosabb feladata, hogy az ország élelmiszeripara hatékonyan működjön. Hozzátette, ezért van nagy jelentősége annak, hogy Nyírmada mellett más kis települések is éljenek a vidékfejlesztési program pályázati lehetőségeivel. Ez az Európai Uniós forrás, ami van is, meg nincs is, hiszen a különalkú keretében a mezőgazdasági vidékfejlesztési programokra biztosított az Európai Uniós forrást, legalábbis egy részére, aztán most mennek a tárgyalások, ez összesen 4700 milliárd forint, tehát azt gondolom, hogy a mezőgazdaság felkészülve az élelmiszerellátásra, hozzáadott értékre, de az alapinfrastruktúrával kezdődik, hogy normális körülmények között megközelíthető legyen maga a mezőgazdasági területet, úgy hívjuk, hogy mezőgazdasági feltárót, de ugyanakkor ellát olyan feladatokat is, hogy a belterület utat összeköti, így jelen esetünkben a 41-es főútnak a megközelítésével. Úgyhogy mindenféleképpen a élhető vidék és a vidék fejlesztésének nagyon fontos alapja, hogy itt is alapvető infrastruktúrát, utat építsünk. A beruházás részeként csak nem fél kilométer hosszon kapott 4 méter széles szilárd burkolatot a Toldi és Gárdonyi Géza utakat összekötő szakasz, a biztonságos közlekedést pedig mindkét oldalon másfél méteres útpatka segíti. Emellett a vízelvezetést is sikerült megoldani Nyírmada ezen részén, a fejlesztések összértéke meghaladta az 51 millió forintot.